Sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, az Egyesületi Híradó második évadának első adását látják. Bízunk benne, hogy tenyésztőink és tagjaink ebben az évben is követik majd eseményeinket. Híreink röviden. 2019. januárját igazi téli időjárással kezdtük, de ez nem gátolta meg egyesületünk munkatársait abban, hogy elvégezzék a szokásos minősítési munkákat az egyes tenyészetekben. Hölgyeim és uraim, a minősítés az télen is működik, ha hó van, ha szél, ha fagy, ha ónos eső. Az évet tenyészbika bírálatokkal kezdtük, többek között a Gábor Major Kft., az Imár BT, a JMK Kft. És a Bakonyholi Kft. Telepén jártunk, akik a tavalyi évben is a tenyészbika előállítás legnagyobb hányadát adták. Összesen 19 limuzin tenyészet zárt, mintegy 296 tenyészbikát, míg a Blonda Kitten esetén 9 farm 75 bikája került köztenyésztésbe. Idén a legtöbb növendéket a JMK Kft. És Juhászné Major tíme a telepén bíráltuk, itt összesen 56 egyet küllemi és gyarapodási mutatóit értékeltük. Majd a sort a Bakonyholi Kft. Folytatta 51 egyeddel, ezt követően az Agropoint Kft. 32, az Agrota 2L Kft. 25, az Imár BT 23, a Gyöngysziget Kft. 21, Ciráki Gábor 18 és a Délpest megyei MGZRT 14 állata összesen a teljes populáció 77%-át képviselte. A maradék 23%-ban kisebb limuzin tenyészetek szerepelnek, köztük több viszonylag új törzstenyészettel, mint például Kis Tamás Gyula és Fekete Benő közös tenyészete. Üdvözlök mindenkit, Fekete Benő vagyok. Itt vagyunk Kiskunfélegyházán, a húsmarha telepünkön. 2000-ben kezdtünk el szarvasmarhákkal foglalkozni, és ma már ketten a sógorommal, Kis Tamással visszük a gazdaságot. Ekkor magyar tarka tenyésztéssel kezdtünk dolgozni, és megnéztük, hogy melyik a legalkalmasabb fajta ezen a rögön, ezen a kiskunsági gyepen, amelyik igazán alkalmas a húsmarha tenyésztésre, és végül a limuzin mellett tettük le a voksunkat. Szaporító tenyészettel kezdtük az egészet, jelenleg 800 anyatehenünk van, melynek a tenyészbika előállítását szerettük volna mindenek előtt megoldani, és ezért kezdtünk el a törzstenyészettel foglalkozni. Először Blonda Kitten fajtát, majd limuzin törzsanyákat vásároltunk, és mind a két fajtában törzstenyészetté minősültünk. Mind a két fajtával szeretnénk nemesíteni a szaporító tenyészetünk genetikáját. További távlati célunk egy vágópont létesítése, ahol már húsként tudjuk értékesíteni a termékünket. Extenzíven tartjuk az összes állatunkat, és így teljesen bio és egészséges állatokat tudunk a piacra dobni. Az idei évben tervezem külföldről behozni tenyészbikákat, mind Blonda Kitten, mind pedig limuzin fajtából. Ezáltal emelni tudjuk a Magyarország és a saját genetikai állományomat is. A legújabb törzstenyészeteink közül az első zárásra már januárban sor került az Agrovány Kft. Kiskörösi telepén. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, akik a Agrovány Kft. Limuzin törzstenyészetén első alkalommal történő tenyészbika minősítésén megjelentek. Annyit szeretnék elmondani a cégnek a kezdetéről, hogy 15 januárjában Juhász Ferenc a JMK törzstenyészetéből vásároltam 5 tenyészállatot, üszőt, 22 hónapos korba kerültek ide. Akkor a Gyöngysziget Kft-től vásároltam rájuk bikát, majd azzal elkezdtem a termékenyítést, illetve az Urbai Árpád úrnak a CV Rex spermájából próbáltunk még összehozni egy külön genetikát, és ezzel nekifogtunk a tenyésztésnek, és most tartunk ott, hogy 54 tehénnel, és ennek a szaporulatával, ugye fokozatosan, ahogy elérik a 23-24 hónapos kort, fokozatosan engedjük rá a bikát, és akkor a termékenyítés ugye így történik. Hát hosszú távon annyit szeretnék, hogy a legelőm adott, illetve férőhelyem is most már adott 100 tehénre, és ennek a elérése van kitűzve célul.
Hát én úgy gondolom, hogy ha így fejlődünk, akkor egy 2-3 éven belül ott fogunk tartani, ugyanis a üszőket nem értékesítem, csak a bikákat szeretném, vagy így, vagy úgy, attól függ, hogy sikerül majd ugye a szaporulatnak a minősége, és a 100-nál pedig ugye, mint általában a tenészetek megállnak, akik úgy döntöttek, hogy elég, én szerintem nekem elég lesz, majd az utódok azok el fogják dönteni, hogy a idős jó-e, hogy megállt a 100 állat egyednél, vagy ők még szeretnének tovább menni ebből a létszámból. A Blondakitán fajtánál jóval kiegyenlítettebb volt a mezőny, a Dörögdi mező és a Gábor Major Kft. 14-14, a Határőr Zrt. 13, az Alkotmány Zrt. 11, míg a kisebb tenyészetek összesen 23 állatot vezettek fel küllemi bírálatra. Az idei év első szemléjét a Gábor Major Kft.-nél végeztük, majd a Néma Kft. Tenyészetében folytattuk a minősítést. Néma Kft. Telephelyén vagyunk, Németh Antal vagyok, a családi vállalkozás egyik tulajdonosa. Ezen a telepen mondhatnám pár szóval Blondakitén és Sarolétős tenyészetünket. Blondakitén 2006-ban importáltuk a szűzüszőket, 20-24 hónapos üszőkről beszélünk, 20 darabot. 6 darab tenyészbikát, ezekre a tenyészbikákra azért volt szükség, mert akkor még magyar tarkát is tenyésztettünk, és a piac azt kívánta, hogy fajta keresztezést kellett végrehajtanunk. Visszatérve a törzs tenyészetről, Sarolét 2009-ben importáltunk 145 darab üszővel, a jelenlegi állomány ezen a telepen, amit tenyésztés alá van véve vámhes üszőkkel és 700 darab a jelenlegi állomány, ebből 100 darab, ami Blondakitén. Mind a két fajtát törzstenyészetben tenyésztjük, mind a két fajtával meg vagyunk elégedve. Gyakorlatilag a területeink a Kispunsági Nemzeti Karszikes pusztáin legeltetünk. Mind a két fajta tűri ezt a kicsit gyengébb minőségű legelőket. Jól hasznosítja. A tenyésztési célunk jó húsformák, nagy ráma, jó fajta tulajdonságok, ami ugye mind a két fajtát jellemzik. És ezt még kiegészítve, hogy a tenyésztésben a jó tejtermelés, a szaporaság, jól izmoltság kiegészítse egymást, szóval egy modern tenyésztői típus a cél. Nagy örömünkre szolgál, hogy az állatok korrekt minősítéséhez szükséges küllemi bírálati rendszer tanulmányozására nagy létszámban jelentkeztek tenyésztők, amikor a tavalyi Blondakitán fórumhoz hasonlóan idén a limuzin minősítésének kritériumait tanulmányoztuk elméletben és gyakorlatban is francia szakemberek közreműködésével. Az előadást a Francia Limuzin Tenyésztők Egyesületének technikusa Laurent Bonné és a külföldi kapcsolatokért felelős Nicolas Restituito tartotta, melynek első részében egy elméleti prezentáció vezette be az érdeklődőket a küllemi bírálat világába, majd a gyakorlati bemutató kint a farmokon az állatok mellett valósult meg. Míg a képzés első napjának a Délpest megyei MGZRT telepe adott helyet, addig a második napon az Írci Bakonyholi Kft. Állományában csiszoltuk tudásunkat. Jó napot kívánok! A nevem Nicolas Restituito, a Francia Limuzin Tenyésztők Egyesületének technikusaként dolgozom 2004 óta. Nagy örömmel érkeztem idén Magyarországra részt venni a magyar tenyésztők képzésében, a Magyar Limuzin és Blondakitán Tenyésztők Egyesülete meghívásának eleget téve. A két nap alatt, amely viszonylag sok magyar limuzin tenyésztőt vonzott az előadások helyszínére, a fő téma a küllemi bírálat volt, ahol először a reggelt egy elméleti prezentációval kezdtük, mely bemutatta a fajta szelekciós sémáját és a küllemi bírálati rendszert, majd délután már az egyes tenyészetek állataink közvetlenül mutattuk be a gyakorlati pontozást, örömmel látva a jó minőségű, nyugodt állatokat, velük illusztrálva mindennapi munkákat. A bemutató egy számunkra is nagyon érdekes látogatást tett lehetővé, ahol megismerhettük a magyar tenyésztés színvonalát és magát az országot is, amelyről Franciaországban, bevallom, keveset tudunk.
Nagy meglepetés volt az állatok jó minősége, persze azért van még bőven munkája a magyar tenyésztőknek, akár csak Franciaországban, de itt is látva a sok érdeklődött a fiatalokat, akik szeretik a limuzin fajtát, biztos vagyok benne, hogy ez a fajta nagy jövő előtt áll Magyarországon. A nyilatkozó résztvevők véleménye szerint szükség van hasonló fórumokra a jövőben is, hiszen a küllem és a szelekció szempontjából fontos tulajdonságok értékelése nélkülözhetetlen az állományok minőségi javulásához és a genetikai előrehaladás fenntartásához. A francia kollégák elmondták, hogy a mélység és a ráma az állományunkba szerintük megfelelő, ez nekünk örömteli hír volt, de azt is elmondták, hogy a csípőszélességre, illetve a medence szélességre sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk, mint eddig. Majd a program este 7 órakor egy közös vacsorával zárult. A vacsora végezetével a francia kollégák konkrét ajánlást tettek, hogy milyen bikákat használjunk üszőre és milyet használjunk tehénre, hogy a medence és a csípőszélesség növekedjen az állományba, és ugye nálunk éven át mesterséges megtermékenyítés van, ezért célpárosítást tudunk csinálni. A szakmai nap nagyon hasznos volt számunkra. Minden tenyésztőnek ajánlották azt, hogyha egy vagy több tulajdonságot szeretne javítani, ahhoz minimum 3 generációnak kell kifutnia, hogy ezt az állatokon már szembetűnően pozitív mérlekként el tudják. A szakmai napon nagyszámú jelentkező volt, a visszajelzésekből adódóan mi nagyon pozitívan értékeltük. Ebből kifolyólag én azt látom, és a jelenlegi tenyésztők is, hogy nagyon kellenek ezek a napok, hogy más tenyészetekben is legyenek ilyen különböző bírálatok, oktatások, hogy nem is egy egész napos, de egy félnapos oktatásba lehet javítani a tenyésztők szemén és tudásán, hogy jobb legyen a fajta. A szelekció mellett fontos a helyes célpárosítás azokban a tenyészetekben, ahol mesterséges termékenyítés van. Ehhez az Egyesület 2019-ben is lehetőséget biztosít a minden évben rendelkezésre bocsátott szaporítóanyag katalógus közzétételével. Idén a szokásos francia lista több forgalmazó kínálatával is kiegészül, melyek közül az Enterlim és az Evolution a legkeresettebb. Immár rendelhetünk a KBS Genetic és a Gen Diffusion bikái közül is, valamint egy új írforgalmazó a Dovel kínálatából is választhatunk. Emellett a hazai forgalmazók is töretlenül várják a tenyészteni vágyók megrendelését. Az ajánlott lista megtekinthető az Egyesület honlapján. Végül a KSTV hírei. Jelenleg 3 indítás 29 állata áll tesztelés alatt, melyből 14 limuzin és 15 blondakitán enyhet hízékonyságát vizsgáljuk. Az első 2 indítás statisztikai adatai az itt látható táblázatban kerülnek összefoglalásra, az átlag, a maximum és a minimum értékek megjelenítésével. Az itt mért teljesítményadatokat kiegészítő táblázatok fogják kísérni, ugyanis az Egyesület vezetése elrendelte a KSTV-ben lévő bikák genomikai analízisét, melyek pontértéket becsülnek az egyed utódainak születésére, növekedésére, izmoltságára, rámájára és csontfinomságára, a női varú utódainak könnyűelési valószínűségére, tejtermelésére, végül a medence nyitottságára. Emellett néhány fontos tulajdonság, mint például a marmagasság, háthosszúság, csípőhosszúság, marszélesség, csípőszélesség, farszélesség és ülőgumok közti távolság pontos mérése is megvalósul, ezzel gazdagítva az egyesületi adatbázis. Az első csoport minősítésére március 19-én kerül sor, majd 22-én 15 órai kezdettel árverést rendezünk Ráckeresztúron a KSTV telep helyszínén. Míg a délutáni órákban minden kedves érdeklődőt és leendő tenyészbika vásárlót szeretettel várunk az eseményre, addig tagjainkat a délelőtt megrendezésre kerülő közgyűlésünkre szeretnénk invitálni, merre 10 órai kezdettel kerül sor a Martonvásári Postakocsi étterem vadásztermében. Amennyiben érdeklődnek az események iránt, kérjük, regisztráljanak elérhetőségeinken. Köszönjük figyelmüket, várjuk kérdéseiket és hozzászólásaikat postán, telefonon, e-mail címünkön, valamint az Egyesület Facebook oldalán. Kövessenek minket a hivatalos YouTube csatornánkon, és olvassák cikkeinket a Magyar Állattenyésztők lapjában. Minden tenyésztőnknek sikerekben gazdag évet kívánunk, a viszontlátásra!